Szeretettel köszöntöm Önöket a Honnan tudjam című jogi műsor újabb témájával, mely a társasházak jogi problémái lesznek. Velem szemben ül Bajkai István ügyvéd úr, állandó szakértőnk, és hát ide nekem nagyon akkurátusan ügyvéd úr előkészített egy pár kérdést. Talán kezdjük azzal, amire ön gondolt, bár azt gondolom, hogy ha társasház, akkor itt az összes nézőnek lenne kérdése, hiszen az egy olyan, tulajdonképpen nem csak jogi, hanem lelki közösség, ami hát enyhén szólva olyan konklúziókra visz, ami nem biztos, hogy feltétlenül majd egy jogi konklúzió lesz, nagyon sok esetben el kell térni, vagy mérlegelés lesz a tulajdonképpen, majdnem, hogy azt mondom, hogy szubjektív ítélet egy adott ügyben. De az első, amit ön felírt, ez a közös használatban lévő helyiségek, ami ugye ilyen nagyobb házaknál lehet pince, tetőtér, udvar, az egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát, hogy itt a használati jogszabályzása kérdésében és az ebből származó konfliktusokkal kapcsolatban nekem az a megérzésem, hogy talán még a jogalkotó sem terjed ki minden részletre ezekben a kérdésekben, szabályozásában. Hát igen, szerintem a társasházi törvény már megalkotásakor sem volt tökéletes. Nem is beszélve arról, hogy az élet nagyon sokat változott ahhoz képest, ahogy a társasházi jogot úgymond elképzelték és megalkották. Ugyanakkor azt is tudni kell, nyilván mindenki előtt ismert, aki társasházakban lakott valaha vagy lakik, hogy egy kicsit ilyen mini városállamok, tehát állam az államban. Enklávé, abszolút, igen, állam az államban. Igen, van egy úgymond alaptörvénye, és egy alkotmánya, szokásjog. Igen, tehát a társasházi törvény. Szerencsés esetben van egy jó szervezeti és működési szabályzat, amelynek a keretei között, és természetesen a vonatkozó például birtokvédelmi, polgárjogi szabályok, stb. Együttélési szabályok szerint kellene úgymondott élni. Ugyanakkor egyrészt nagyon gyorsan változik az egyes társasházakban lakóknak a szokásai, változik az életkörülményeik, változnak a gazdasági lehetőségeik, változnak a társasházakon belüli tulajdoni viszonyok, változnak az egyes ingatlan részeknek a funkciói. Korábban lakás volt, aztán iroda lett, egy iroda volt, átalakult esetleg egy vendéglátóipari helyiségé, számos helyiségé, nagyon sok ilyen példa van. Tehát nagyon gyorsan változik a társasházaknak az élete, úgymond, hogy képes nagyon gyorsan váltakozni, és ehhez a társasházi törvény szerintem eleve nem készült föl egy ilyen gyorsan változó közegre. Az is egy tény, hogy a társasházakon belüli konfliktusoknak a megoldása is adott esetben nagyon nehéz. Majd esetleg később rá fogunk majd erre térni, de egy biztos, a társasházi törvénynek egyik fontos úgymond filozófiája, hogy a társasházak saját magukat úgymond szabályozzák, saját maguk életét szervezik. Ugyanakkor a társasházak önmagukban csak egy részei az egész városrésznek. Az egyik társasházban szabályozzák jól, mert mondjuk van elég forrás felújítási alapképzésére, hogy milyen legyen a homlokzat, a másik társasházban erre nem gondolnak, nem gyűjtenek. Ezért az egyik társasháznak mondjuk szebb az udvara, szebb a homlokzata, beépíti a tetőterét, a másik pedig mondjuk vergődik. Miközben ugyanannak az utcának a szakaszában vannak, ugyanazon a részen élnek. Úgyhogy nyilván ez egy városképi probléma, városigazgatási probléma is, de ezért csak jelzem, hogy ez a állam az államban, városrész a városrészben, vagy egy kis mini államokként működnek a társasházak, ennek van jó jogfilozófia alapja, ugyanakkor látjuk, hogy egész városban ez már inkább problematikus, ha csak így közelítjük meg ezt a problémát. A közös tulajdonnal kapcsolatos használat szabályai, a közös tulajdon lévő ingatlan részeknek a hasznosítási szabályai pedig jellemzően úgy merülnek föl, hogy a társasházban a lakók egyik része szeretne például szép udvart, sok virággal, a másik fele pedig nem szeretne, mert nincs rá mondjuk pénz, vagy egyáltalán nincs rá igénye. A társasháznak rossz a tetőtere, szeretnék ezt felújítani, de nincs rá pénz. Erre egyik megoldásként érkezik, hogy jó, hát akkor építsük be a tetőteret. Keressünk rá vállalkozót, vegye meg a tetőteret, építse be, egyrészt akkor csökken majd a közös költség mértéke, és több lesz a lakott felület. Másodszorban kit találjuk meg, mi a biztosítékunk, ki lesz az a vállalkozó,
hogyan fogjuk ezt lebonyolítani, milyen kötelezettségei lesznek. Egyetlen társasház érte ahhoz kellőképpen, hogy szembeálljon egy ilyen jelentős problémával. Látjuk azt, hogy egy vállalkozási szerződés, amelyik arra irányul, hogy egy tetőteret beépítsenek, vagy egy pincerendszerben alakítsanak ki valamilyen mondjuk irodahelyiséget, vagy bármit, az egy nagyon komplex építészeti és jogi probléma. A társasháznak ugye főszabály szerint, amit az előbb mondtam, kicsit állam az államban, a társasháznak erre sem szakértelme, sem felkészültsége, sőt csak nagyon gyakran anyagi erőforrása is nincsenek. Elvileg a közös képviselő az legalábbis konyít ezekhez a dolgokhoz, tehát a közös képviselő a tapasztalataim szerint azért az egy foglalkozás, és ő legalábbis tanácsot tud ezekben az ügyekben adni. Hát igen, a közös képviselő, hogyha jól belgondolunk, azért alapvetően mégiscsak arra jött létre, hogy a társasház közös ügyeit vigye, leginkább a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyeket végezze, legyen világítás a lépcsőházba, működjön a bejárati ajtó, legyen takarítás, tisztítás, stb. De hogy egy társasház fejlődjön, és még jobban működjön, abban nem feltétlenül érdekelt. A jó társasház kezelő abban is jó szokott lenni, hogy figyeli például az önkormányzat vagy más pályázatoknak a sorsát, azokon indul, jó tanácsokat ad a társasház lakói számára, és forrásokat tud szerezni a társasház számára. De ez úgymond kötelezettségként nincs előírva a társasház kezelők számára. Hát nyilván, de hogyha közös érdeket nézzünk, és ezt felméri mondjuk egy társasházi közösség, hogy valamilyen konszenzusra kéne jutni a kérdésekben, mert akkor mindenkinek jobb lesz, akkor érdemes megbízni valakit, aki figyeli az önkormányzatoknál például a pályázati lehetőségeket, és akkor így együtt tud működni az adott kerület önkormányzatával. Igen. Én nagyon örülök, hogy nem csak itt teoretikusan közelítünk ezekhez a problémákhoz, hanem most konkrét probléma felmerült, mert például arra gondolok, hogy vegyünk egy bérházat, nagyon sok esetben a lakók számára aggályos, hogy mondjuk egy lakást átminősítenek, hát ha nem is üzlethelyiségé, de mondjuk olyan irodává, amely nagy forgalmat bonyolít. Tehát ez zavarhatja a lakókat, még akkor is, ha mondjuk nem 10 után jönnek ezek a vendégek, hanem a nap bármely szakaszában beosztva, de hogy van egy sokkal nagyobb forgalom a házban. Ebben az esetben össze kell hívni egy társasházi közgyűlést, és most azt például meg kell szavaztatni? Vagy erről is, tehát erről jogszabály nem rendelkezik, hanem az adott társasháznak a szervezeti működési szabályzatban kell nyilatkozni. Nagyon jelentős az a probléma köteg, probléma csomag, ami abból ered, hogy funkcióváltások következtek be az egyes társasházakba. Főszabály szerint, hogy erre van több bírói döntés is, a tulajdon szabadságából következik az, hogy ha valakinek mondjuk lakása van, akkor azt ha egyébként más funkciónak is megfelel, tehát más funkciónak is megfelel, akkor azt másképp is hasznosíthassa. Tehát ez a tulajdonjog a rendelkezési jogból fakad, a tulajdonjog egyfajta kizáról jogosultságnak a szabadságából ered. Ugyanakkor, hogy az előbb ezt említette, egy társasházon belül az egy komoly konfliktus forrás lehet, hogy mondjuk az első emeleten innentől kezdve nem lakás van, hanem mondjuk fogorvosi rendelő, a fogorvosnak pedig nagy ügyfélforgalma vagy van, ügyvédi iroda, vagy könyvelőiroda, vagy lehetne sorolni a példákat, így van. Nem akartam, az orvosi társadalmat kiemelni. És az alapvetően megváltoztatja már a közös tulajdonnak a használatának a rendjét, és megváltoztatja a társaság életét. Szerencsés esetben ezek mondjuk csendes tevékenységek, akkor kisebb konfliktusok szoktak kialakulni, de a szervezeti és működési szabályzat tud arról rendelkezni, hogy funkcióváltás esetén például hogyan alakulnak a közös költségek. Általában a társasház ilyenkor mondjuk magasabb közös költséget szokott eredményezni, de az önmagában azért lássuk nem ez a megoldás. Nem. Tehát, hogyha valaki szeretne egy társasházban mondjuk nyugalomban élni, és ott valaki furfarag, mondjuk a fogorvos, de vagy az ügyvédekhez érkeznek az ügyfelek, és onnantól kezdve teljes belátásuk van mondjuk egy társasház belső életében. Azért merem mondjuk akár adunk be a mi szakmánkat is idehozni, mert hogyha valaki, mondok egy példát, ügyvédirodát nyit egy társasházon belül, és mondjuk ez a kollega nem bántva ezt a szakmát, bár én nem foglalkozok büntetőjoggal, de csak büntetőjoggal foglalkozik, akkor onnantól kezdve csomó olyan ügyfél úgymond érkezik a társasházba, ami aggályos, a szomszédban van egy idős néni, és azt látja, hogy hát ilyen börtön előtt álló, vagy
tömegjárás büntető joggal fenyegetett jogi ügyfelek, védelmet, jogi védelmet is jönnek, mennek a folyosón mondjuk egész nap. Igen. Tehát egészen megváltozik a közérzete, elkezd mondjuk adott esetben félni. És hát még egyszer mondom, onnantól kezdve a lakóközösségnek az ajtaja kinyílik, tehát a világ számára kinyílik, egy addig zárt közösségnek a rendje úgymond megszakad, és olyanok jönnek az ingatlanba, akik hát nem csak jó indulatú emberek élnek ezen a földön, azért lássuk be, nem csak jó hiszemű emberek jönnek, mennek az utcákon, és ha valamilyen speciális foglalkozású iroda nyílik, akkor onnantól kezdve ez az ügyfélkör úgymond elkezdi megismerni a társasházat, megismeri az ott lakókat, és a félelmérzet növekedni fog. És erre ma mondjuk jelenleg a társasházi jogszabályok ezzel szemben nem nyújtanak igazából védelmet. És lássuk akkor be. Most ilyenkor mégiscsak ügyvéd úr mit tenne? Vagy mi az, tehát nyilván vannak különbségek, de általánosságban például, hogyha most vegyük azt az oldalt, hogy valakiket, tehát mondjuk nem egy személyt, zavar ez. Tehát akkor rendkívüli közgyűlést hívnak össze, és akkor ezt egymásnak esnek, és megtárgyalják, vagy milyen lépcsőfokokon lehet például a nyugalmat biztosítani, vagy egyáltalán konszenzusra jutni a másik féllel, hogy akkor itt mi legyen, mi nem legyen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan közgyűlést lebonyolítani, ahol csak az a úgymond jogi érv, hogy engem zavar a másiknak a tevékenysége, de egyébként nem éri el a birtokvédelem vagy birtoksérelemnek a szintjét, mert nincs olyan zaj, nem cigarettáznak állandóan az ablakom előtt, nincsen olyan por, nincsen olyan füsthatás, rendőrzés, stb. Tehát nincs azok a tényezők meg, amelyek egy birtokvédelem szintjét mondjuk elérnék, tehát nem kaphat birtokvédelmet. Az önmagában a kisebbségnek, vagy annak, akit ez a tevékenység zavar, az egy nagyon nehéz jogi helyzetet jelent. Hisz itt nem egy társasházi döntéssel szemben kell fellépnie, mert a rossz vagy a kisebbség érdekeit sértő társasházi döntésekkel szemben, közgyűlési döntésekkel szemben van bírói jogorvoslati út, de egyébként, amelyik nem közgyűlési döntésen alapul, ott már ilyen típusú jogi védelem nincs. Ez az egyik problémája szerintem a társasházi jognak, hogy mindig arról, hogy ez a központi elem, hogy közgyűlési döntés, kisebbség, többség, miközben vannak csomó olyan esetkörök a társasház életében, ami nem közgyűlési döntéstől függ, vagy a közgyűlésnek nincs rá hatásköre, hogy abban az ügyben mondjuk szabályokat állítson föl, vagy korlátokat állítson föl. Ez az egyik úgymond, nem azt mondom, hogy a legjelentősebb, de az egyik probléma egy társasház életében. Úgyhogy kérdését nem szeretném mondjuk megkerülni, de az, hogy egy funkcióváltás történt egy ingatlanban, egy társasházban, de egyébként nem éri el a birtokvédelem szintjét, az egy nagyon nehéz kérdés, tehát nehéz lenne egy jó jogi tanácsot adni, akit ez zavar. Nem véletlenül rugalmas a jogalkotó, tehát a jogszabályi kereteket feszesen nem határozza meg, mert én is azt érzem, hogy ez annyira egyedi, hogy kénytelenek valamilyen formában együttműködésre a lakók, vagy hogyha ez nem sikerül, akkor mit csináljanak? Hát az egyik probléma azért az, hogy ma már kevéssé működnek együtt úgymond a társasház közösségek. Nagyon sokszínűek az érdekek, nagyon sokfélék az érdekek. Amire már szintén úgymond nem készülhetett föl a társasházi törvény, az, hogy nagyon sokan úgy rendelkeznek tulajdonjoggal egy társasházban, hogy nem is laknak ott, nem is laknak, hanem bérbeadják, és sok kiadják. Külföldi van, igen. Szintén a maga szokásai szerint, az még egy érdekes színfolt használ egy adott lakás. Külföldiek jönnek, vagy nem külföldiek, átmenetileg laknak csak a lakásokban, nem érdekli őket igazából a társasház, ugye azok a tulajdonosok, akik kiadják az ingatlanjaikat, jelentős részben nem érdekeltek abban, hogy a társasházon mondjuk szép virágos udvar legyen, jó legyen a bejárat, ők azt szeretnék, hogy minél kevesebb költséggel, minél több hasznot hozzon a társasházi lakások. Ők ebben érdekeltek. Nem mondom, hogy mindenki, hála Istennek vannak nagyon jó példák is, meg az együttműködésre is tudnánk szép példákat találni, de tudjuk, hogy a jogban nekünk nem arra kell készülni, ügyvédként tudjuk, hogy minden jól megy, és az emberek hittel és együttműködéssel összhangban cselekszenek. Konfliktus helyzetre kell felkészülni. Nekünk erre kell sajnos a szakmánkban többségében fölkészülni és gondolni. Tehát
Azt szeretném mondani, hogy a társasházakban lakóknak az együttműködése szerintem már nagyon megváltozott a korábbi időszakhoz képest. Úgymond azok a békeévek, békeidők eltűntek, amikor egy lakóközösség szinte változatlanul egymás mellett ért 10-20-30 évet, családok nőttek föl egymás mellett, majd gyermekek, majd unokák. Ez a világ szerintem elmúlt. Nagyon sokféle ember jön, akinek mindenki különböző érdekeik vannak. És amikor egy külföldi tulajdonos nem találunk, de sokszor a hazai tulajdonosokat sem találják meg, mert nem pontos a lakcím, nem adják meg az elérhetőségüket. A közös képviselő ebben az ügyben például sokat tehetne, hogy a napra kész legyen a nyilvántartása. Akkor nagyon nehéz összehozni sokszor egy társasházi közgyűlést, ami érvényes határozatot tud hozni. Sőt, tovább megyek, én nagyon sok társasházban jártam, mondjuk nem az ügyvédi minőségemben, hanem más, de ez most nem ennek a műsornak azt gondolom a témája, ahol egyszerűen arról panaszkodnak a lakók, hogy alig jönnek el a társasházi közgyűlésekre. Tehát szinte kivételes az a jelenség, hogy a tulajdonostársaknak, hát az, hogy mindenki elmegy, olyan, én nem is találkoztam, hogy egyáltalán a többsége elmenjen. Most én már az a tapasztalatom, hogy a közös képviselő már nem tart erre a célra saját tulajdonában lévő helyiséget, mert azt mondja, hogy úgyse jönnek el a lakók. Tehát amikor egy évben egyszer valahogy össze lehet tűkölni a lakók egy részét, akkor azt mondja, inkább bérelek egy helyiséget. Tehát, hogy ez tényleg ennyire már... Valószínűleg azért, mert hát az időtényező mindenkinek eléggé szerepet játszik az életében, és hát ez, lássuk be, hogy valahogy rövidül, tehát mindenkinek ez a 24 óra így lecsappant. Legyünk, hát jó, hát ezt most nem tudjuk úgy lezárni, hogy valamiféle mindenkire érvényes konklúzióra jutottunk. Engem nagyon megfog az udvar kérdése, mert ez akár a belvárosi lakásokban érdekes lehet, vagy a budai lakásoknál is. Ugye közös tulajdon mondjuk az udvar, vagy a kert, és hát nyilván életszerűen azért mégiscsak az használja, aki a földszinten lakik. Adott esetben vannak annyira szeparált részek, hogy nem is nagyon életszerű, hogy mondjuk a második emeletről, vagy a harmadikról lejöjjenek, de a jogszabály alapján mégis ehhez természetesen joguk van. Tehát mi ennek a, inkább azt kérdezem, hogy joggyakorlata, vagy hogy kéne ezt jól csinálni, hogy ez a jogszabálynak is megfeleljen, meg a lakók se között se legyen ez egy konfliktus forrás. Ha a társasházi alapítókirat nem szabályozza például azt a kérdést, hogy az egyes közös tulajdonban álló területrészek, mondjuk kert, udvarrészlet, stb., mely albetéthez tartozik használatát kizárólagosan. Tekintve, így van, mert nagyon sok ilyen társaság van, ahol igen, meghatározzák, hogy az ingatlannak mely része melyik albetéthez tartozik, akkor ez a kérdés rendezett, mert akkor mondjuk például a földszinten lévő, az előtte lévő kertrészletér felső. Akkor ez egy rendezett kérdés. Igen. Ő is viseli a költségeit, igen, meg az előnyeit is. Amennyiben ezt nem szabályozza az alapítókirat, jellemzően ez a többség Budapesten, akkor azt jelenti, hogy a társasháznak, a közgyűlésnek kell, a tulajdonostársak többségének kell dönteni arról, hogy hogyan állapítja meg a használatnak a rendjét. Csak ugye nem az a kérdés, amikor egy társasházi közgyűlés valakinek lehetőséget ad, most vagy eldönti így és pozitívan. Hanem amikor jön a helyzet. Hanem amikor kötelezettség van. Tehát mindig az a nehéz. Hát ugye senkit nem lehet kötelezni arra, hogy egyébként az előlettel lévő mondjuk udvarrészt, tehát az ő használja kizárólagosan, és viselje annak a költségét, az kötelezettség lenne, és ő nyilván, ha ebben nem érdekelt, nem fog ebben részt venni. Úgyhogy az egyik akadálya a társasházak mondjuk jó működésének, hogy mindig a jogokról beszélünk, és a kötelezettségek, vagy kötelezettségeknek a megteremtését, ilyen szabályoknak a megállapítását alapítókirat módosítása nélkül nem lehet végrehajtani, illetve az alapítókirat módosításához bizonyos nagyon szűk esetkört idevéve valójában 100%-os többség kell. Ott, ahol valaki ellenérdekel. 100%-os többség kell. Az alapítókirat módosításához, uh-huh, igen, mondom, van egy szűk jogszabályi kör, amikor ez kivételt teremt, de egyébként főszabályként minden tulajdonostársnak a hozzájárulása kell ahhoz, hogy az alapítókiratot módosítsák. És ebben az esetben, hogyha az ő érdekeit sérti, hát akkor nyilvánvalóan nem fog mondjuk egyetérteni a módosítása. Úgyhogy az udvar kérdése az azért is egy jó példa, mert az udvarok többségében szerintem azért úgymond
úgymond elhanyagoltak jó néhány társasházban Budapesten, nem alakulnak ki szép kertek, szép átriumok, pedig mennyire szebb lenne, mert a kötelezettség megteremtése a társasházi törvény szerint nagyon nehéz. És mi van akkor, hogyha valaki úgy dönt, hogy én lakom a kert közelében, nem tudom én, azért egy elhanyagolt kert, az még, bocsánat, hogy ezt mondom, állatokat is bevonz. Tehát ott az egészségügyi szempontból is nagyon aggályos lehet, és mondjuk azt mondja a földszinti lakó, hogy nekem ez az egész nem ér annyit, hogy mondjuk itt elszaporodjanak, nem tudom én, egerek, vagy ennél rosszabb esetre ne is gondoljunk, és akkor ő investál ebbe. Ezzel tulajdonképpen de facto ő az adott általa megcsinált területre több jogot szerez, vagy csak ez egy ilyen nagyvonalú beruházás, és ehhez képest, ugye már itt a jogok és a kötelezettségeket, hogyha összehasonlítjuk, akkor a többi lakót ezek alapján kizárhatja a használatból, vagy ez így nem működhet. Nem, sajnos ez a típusú, úgymond foglalás, térfoglalás így nem működik a társasházi jogban. Ha valaki a tulajdonközösség, tehát a tulajdonostársi közösség helyett végez el szükséges vagy hasznos beruházást, ugye ezt a polgári jog fogalmazza, akkor megtérítésre tarthat igényt a többi tulajdonostárstól. Olyan beruházásra, mint kicsit visszatekintve a romaiukra. De akkor is, ha nem adtak jóváhagyást arra, hogyha szükséges és hasznos volt, akkor igen. Akkor igen. Akkor igen. Hogyha ez nem volt szükséges, nem volt hasznos, és mindig erről folynak a bírósági viták, vannak ilyen esetek, akkor viszont nem. Ugye vannak persze különleges helyzetek a jogban a gazdagodás megtérítésére, stb., de valójában a szükséges és hasznos beruházások döntik el, vagy ez a fő kérdés dönti el, hogy az egyes tulajdonosnak a többiekkel szemben van-e úgymond kereshetősége, van-e fellépési lehetősége. Ugye szintén a polgári jog használja, a jogelmélet használja a fényűző beruházást, tehát a nem szükséges, nem hasznos beruházásnak a fogalmát. Erre kíváncsi lennék, mi a fényűző, jacuzzi a kertben? Ugye ez egy jogi terminus technikus, bocsánat, igazából. Hát nézze, nyilvánvalóan, hogyha valaki egy társasházban extra fogalmazunk ki, extra alapanyagokat használ, üvegtéglákkal hoz létre, mondjuk, amit egyébként rendes építőanyagra is meg lehetne építeni. Igen. Nagyon extrém példát mondok, olyan növényzetet létesít, amelyik mondjuk például téren védeni kell, hogyha valaki például egy banánfát ültet, bocsánat, a társaság kellős közepére, és téren azt védeni kell, egy hősátrat kell neki létrehozni, lehet, hogy nagyon szép, de nem hiszem, hogy azt mondaná a bíróság, hogy ez egy szükséges vagy hasznos beruházás volt, de egyébként nagyon szépen mutat nyáron egy banánfa, mondjuk a Budapest valamelyik belvárosi udvarán. Egyébként találkoztam ilyenne. Én is találkoztam ilyenne. Tehát nyilván a bírói szemlélet és a joggyakorlat dönti el, hogy mi volt az a beruházás, ami még szükséges, vagy hasznos volt a társasház részére, és mi az, ami fényűző. Úgyhogy nehéz helyzetben vannak azok a társasházi tulajdonosok, akik úgymond nagyon sokat szeretnének tenni a társasházé, sok mindenre hajlandóak, hogy befektessenek, investáljanak a társasházi közös tulajdonba, a többségnek viszont erre nincs igénye, vagy nincs pénzügyi képessége, vagy pénzügyi lehetősége. Na, ott komoly konfliktusok alakulnak ki, ugyanis arra egy társasházi tulajdonost kötelezni, hogy egyébként kétszer annyi, háromszor annyi felújítási alapot képezzen, pusztán azért, hogy 10 év múlva biztosan egy új tetőteret építsenek, azért azt nagyon nehéz végrehajtani jogilag. Tehát sajnos a társasházi gazdálkodást egyfajta rövidtávú szemlélet jellemzi, tisztelet a kivételnek, és ezért is van az a helyzet, hogy szerintem a felújítási alapoknak a mértéke Budapest szerte lényegesen alacsonyabb, mint amit az adott társasház igényel. Beszéljünk egy kicsit a nyugalomról, mert úgy érzem, hogy a jelenleg egyébként a világban ez a pattanásig feszült versenyszellemű világban az ember hazamegy, és legalábbis csendben szeretne lenni. Na most a legnagyobb konfliktus forrás egy társasházon belül, az ember a családtagjainak még nagyjából elviseli, hogyha a nyugalom megzavarására alkalmas körülményeket terem, de már a szomszédjának nem annyira. És például hát azt látom, hogy egyre többen védekeznek riasztóval. Főleg a külső riasztásra gondolok itt, ugye, de akár belső riasztás is lehet, amikor az ember elhagyja a lakását, akkor úgy érzi magát biztonságban, hogy mi van akkor, hogyha ez megszólal, és ez zavarja a többi lakót. Itt van-e
lehetőség arra, hogy nyilván van lehetőség arra, hogy ebben is megállapodjanak a lakók, de szoktak-e megállapodni a szervezeti működési szabályzatban, vagy itt mi áll szemben mivel? Tehát itt az érdekeket hogy lehet kielégíteni? Hát először is mindenkinek azt gondolom joga van a saját tulajdonának a védelméhez. Tehát, hogyha valaki szeretné védeni a lakását, és ehhez biztonságtechnikai eszközt vesz igénybe, akkor azt gondolom, hogy ez egy, mégiscsak egy olyan jog, amit elismer a jogalkotó, és el is ismer. Az egy másik probléma, nem mondom, hogy sokkal kisebb probléma, az egy másik probléma, hogy a riasztónak a megszólalása zavarhat mondjuk másokat. Éjjel megszólal, vagy éppen, nagy uram Isten, éppen egy betörés hát miatt lehet, szólal hogy meg. Igen, nem igen. Csak arról beszélek, amikor hibásan szólal meg, hogy hibája van egy ilyen műszaki szerkezetnek, hanem amikor indokoltan. Van. Hát ez éppen ezért létesedik, igen. Hogy amikor betörés van, ilyen kísérlet van, akkor megszólaljon. Ez a tulajdonosnak a védelmét szolgálja, és azt gondolom, hogy amikor indokoltan lép működésbe, vagy az elviselhetőség határán belül van, akkor a többi tulajdonostárs ezzel szemben nem igazán léphet föl birtokvédelem, hogy őt zavarja a zaj. Tehát nem az a kérdés szerintem jogi szempontból, hogy van-e zavaró zajhatás egy ilyen biztonságtechnikai eszköz miatt, hanem ez egy túllépi azt a szintet, ami a nyugalomhoz, a lakhatáshoz, a pihenéshez való jogot úgymond sérti. És itt mihez igazodjunk? Hát ugye azt vizsgálja, hogyha birtokvédelmi kérelem érkezik a jegyzőhöz, azt vizsgálják, hogy az indokoltság, a mértéke, a zajhatásnak az erőssége, az valóban sérti a lakhatáshoz, a pihenéshez való jogot. Tehát olyan a hanghatásnak a mértéke, nagyon erős a hang, nagyon hosszan tart, vagy rendszeresen meghibásodik ez az érzékelő, és éjjel-nappal tartja úgymond zavarban és hangzavarban a környezetét. Volt olyan példa is, egy üzlettulajdonos, akire azt sem tudták, hogy hol van, beindult a riasztója, és egy napon egész éjjel ment, egész éjjel szólt. Na nyilvánvalóan az már túllépi az indokolt mértéket. Nyilván senki sem örül, én sem örülnék, hogyha éjjel egykor megszólal, és akár csak fél percig vagy egy percig megy a riasztó valahol, de ez azt gondolom, hogy még az együttérésből fakadó normákat nem nagyon lépi túl. Általában így is állítják be a riasztókat, is, igen, hogy igen, egy igen, percig igen. Szól. Hát az nagyon ritka, akkor... nagyon ritka, hogy egymás után a társasházi lakás egymás után megszólaljon, és megszól az egyik 1 órakor, 2 órakor, 3 órakor, 4 órakor. Tehát áramszünet, egy... az azért érdekes igen, helyzeteket igen, produkál. Igen. Hát a társasházban ugye az a úgymond korlát, meg azt kell sajnos tudomásul venni, sajnos vagy nem sajnos, hogy sokan lakunk, vagy sokan laknak egy helyen, és azoknak bizonyos úgymond jogokat föl kell adni. Tehát nem úgy élnek nyilvánvalóan, mint egy kertvárosban, ahol maximum a madárcsicsergés van, vagy ha meg is szól egy szomszédházi riasztója, az messze van, alig hallatszik, stb., hanem a társasház az egy erős kompromisszumokat is jelent. Ez nagyon jó, hogy kimondta, ügyvéd úr. Igen, szerintem is. Tehát, hogy azért ott adunk, kapunk, tehát muszáj toleránsnak lennünk, hiszen az egy emberi közösség. Köszönöm szépen, ügyvéd úr. Szerintem még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, ami a gyakorlati kérdései a társasháznak. Tehát itt nem is tudtam hozzányúlni azokhoz a témákhoz, amiket ön itt felvetett nekem. Úgyhogy térjünk vissza egy következő adásban erre. Köszönöm. Én is köszönöm a meghívást.